Meszeris Tamás a vendégünk, a Lehet más a politika, még választmányi titkára. De aztán már nem sokáig választmányi titkára, mert hogy tisztújítás volt a hétvégén, kongresszust tartottak, és az új országos választmány tagjai, ők vannak ugyebár 11-en? 13-an. 13-an. És ebben ő már nincsen benne. Miért nincs benne? Hát azért nem vagyok benne, mert nem indultam a tisztségért. Ja, hát ez így egyszerű, viszonylag igen. Tehát ennek ez az egyszerű magyarázata. És miért nem indult? Ezt amikor annak idején elindultam ezért a tisztségért, már a megválasztáskor, a tavaly szeptemberi kongresszuson is bejelentettem, hogy én ezt egy ciklusra tudom vállalni, abban tudok közre működni talán, és hát ez valamennyire sikerült, hogy a választmány végig tudjon csinálni egy országgyűlési kampányt, és ha lehet, akkor ez sikeres legyen. Ezt én elvállaltam, ezt én teljesítettem. Hát nekem, mint gyakorlatilag mindenki másnak az abból a választmányból, meg a mostani választmányból megvan a civil szakmám, és én abban még szeretnék. Jó, de azért marad az LMP közelében. Természetesen. Más tisztségért egyébként indultam, és arra meg is választottak, az Országos Politikai Tanácsnak tagja vagyok. Azt olvasom, hogy az első dolguk majd az lesz, hogy új titkárt, nyilván ön helyett, meg szóvivőt választanak. Ki lesz a szóvivő? Hát ezt a választmány fogja eldönteni. Legfeljebb 4 szóvivőt választ maga közül az országos választmány. Az kritérium, hogy országgyűlési képviselő legyen, vagy ne? Nem, lehet benne, de kettőnél nem több. Tehát a 4-ből legfeljebb 2 lehet. Azt mondták korábban, amikor bejutottak a parlamentbe, hogy a nyakukba szakad egy kazalnyi pénz, már vezetesen állami támogatás. Azt se tudják, mit csináljanak vele. Most meg mégiscsak azt olvasom, hogy 48 milliós hitelfelvétellel számolnak. Hát én olyan kijelentésen nem emlékszem, hogy ne tudnánk mit csinálni a nyakunkba szakadó állami támogatással. Az állami támogatás egyébként tényleg viszonylag bőkező, tehát nem szabadunk egy szó sem. 145 millió forint. Ha valaki megnézi azt a költségvetést, aminek, bocsássanak meg, de most a pontos számaira nem emlékszem, de tényleg e körül van. Ha megnézi azt a költségvetést, akkor a hitelfelvételen kívül gyakorlatilag ez egy nullszaldós költségvetés, a hitelfelvétel pedig az önkormányzati választásokról szól. Uh-huh. Mert nem mondja, lennének önkormányzati választások, teljesen nullszaldós lenne. Uh-huh, mert azt mondják, hogy nagyjából 30 milliós bevétellel számolnak. Igen. Még ezen kívül adományokból. A kiadás meg 223 millió. Átlátható pártszámlájuk van, vagy ez csak a kampányra vonatkozott? Hát a nyílt kampányszámla az a kampányra vonatkozott, mert egyébként ez nem egy nagyon egyszerű gyakorlat. Tehát ez egy komoly erőforrás igénye van, és hát számon is kérték rajtunk nagyon helyesen a támogatóink, és akik figyelték a honlapon, ha 2 napon belül nem újult meg a nyílt kampányszámla, mert megjelent egy költség, de nem volt ott hozzá a bevétel, akkor ezt azonnal szóvá tették, ami teljesen helyes. Na most ezt a párt általános gazdálkodásával nyilván nem lehet megtenni. Ennek ellenére a többi szabályunk ugyanúgy érvényben maradt. Tehát ennek csak technikai oka van, ha nem igen, technikai oka van. Nyílt kampányszámlájuk. De időről időre egy jelentést közzé tesznek legalább. Hogyne, természetesen. Arról beszélnek sokan, hogy ellentét van a LMP-n belül, főváros-vidék ellentét, illetve egyrészt ugye Kaufer Virág mondott erről nem olyan nagyon régen néhány mondatot, hogy társadalmi fronton baloldali liberális gondolkodás, gazdasági fronton meg konzervatívabb álláspontok, szóval hogy van egy folyamatos vita a párton belül, ez egészséges, előremutató vita, vagy pedig ez repedést jelent inkább? Most tényleg azt kell, hogy azt mondjam, hogy szétesés előtt áll az a párt, aminek éppen sikeres képviselő. Sejtem, hogy nem ezt akarja mondani. Abszolút nem erről van szó. Ennél természetesebb dolog a világon nincs. De különösen arról azért már lehetett régebben is hallani, hogy a vidéki szervezetek tiltakoznak, mert nagyon kevés szerepet kapnak a döntéshozatalban, hogy egy budapesti vízfej irányítja a pártot, és őket meg kihagyják mindenből. Tehát azért lehetett erről olvasni. Igen, erről kétségtelenül lehetett olvasni, de szeretném szétválasztani ezt az egyébként tényleg ágas-bogas és nagyon fontos problémákat magába rejtő, de nagyon leegyszerűsítő változatot, hogy Budapest és vidék áll szemben egymással. Van egyrészt politikai nézetkülönbség a párton belül, ami teljesen természetes egy olyan pártban, ami eleve értékszintézisre épül. Azt feltételezi, hogy emberek különböző meggyőződés felől érkezve összeülnek és megpróbálják összedolgozni ezeket az értékeiket. Ez nem megy máshogy, csak vitában. Ha máshogy menne, akkor nem is lenne érdemes megcsinálni ezt a pártot. Ezen felül természetesen volt, miután egy országgyűlési kampányban először ment bele ez a frissen alakult párt, volt feszültség abból, hogy központból kellett egy csomó esetben vezérelni ezt a kampányt, amiben voltak ügyetlenségek, ezt el kell ismerni.
Ez nyilván a fogadófél a vidéki szervezet oldalán úgy csapódott le, hogy a központ elügyetlenkedte. Most az ügyetlenségek csökkenni fognak az új választmánnyal? Hát ez nem a választmánnyal csökken, hanem a tapasztalattal csökken. Tehát csökkenni fognak? Meggyőződésen természetesen csak tanulóképesek vagyunk ezzel. Egy konkrétumot hadd kérdezzek, még beszéltünk ma már itt Gúr Nándor szocialista képviselővel a köztisztviselőkből lett kormánytisztviselőket illető vagy érintő törvényről, ma lesz a szavazás. Önök hogyan fognak szavazni? Húha, hát... Hát nyilván nem ön, mert hogy ön nincs bent a parlamentben, de a többiek. Igen, én nem vagyok benne a frakcióban. Volt egy módosító indítvány, amire nem emlékszem pontosan, hogy bement, nem ment be, kikérjük, nem kérjük, és most nem jó, is hát tudom, hogy most arról van szó, hogy két hónapos felmondási idő, igen, és indoklás nélkül lehet elbocsátani a őket. Módosításunk az indoklásra vonatkozott. Ha az indoklást visszavetett, törlik az indoklás nélküli felmondás lehetőségét. Uh-huh. Ezt ma még törölhetik? Azt hiszem, igen, mert úgy emlékszem, hogy úgy adtuk be, de ebben nem vagyok tökéletesen biztos, hogy alkotmányossági aggály mentén is úgy még be lehet adni a végszavazás előtt is módosítót. Ha ezt ne agyisten elfogadná, bocsánat, ha ezt elfogadná, agyisten elfogadná a többség, akkor azt hiszem meg tudnánk szavazni egyébként. Tehát a két hónapos felmondással nincs bajuk, csak az indoklás nélküli elbocsátással. Tehát az indoklás nélküli elbocsátásból az következik, hogy terhes nőket, gyesek készülő anyukákat lehet úgy elbocsátani. Nem, azt mondják, hogy ugyanúgy ezek a szabályok, ezek érvényben maradnak, de onnantól kezdve ketyeg a két hónap, amikor teljes joggal visszaáll a munkába az illető. Jó, nézzük meg a részleteket, szerintem ez nem teljesen így van. Tehát, nem tudom, hogy van, csak ezt mondják, hogy így van. Szóval úgy gondolja a frakció, hogy az alkotmányisági aggályokat is fölvet, és ha ez kikerül belőle, akkor szerintem elfogadhatónak találja a frakció. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen.